Ismét a miskolci sineken a világító mézes kalács házikó. Idén is forgalomba állt az adventi villamos, amin viszont a járvány miatt maximum 120-an utazhatnak egyszerre. Az önkormányzat korábban szavazást indított arról, hogy akarnak-e a városlakók a jelenlegi járványhelyzetben ünnepi járatot. Azt mondják, a döntés egyértelmű volt, a miskolciak az adventi villamosra szavaztak. Izgatottan várakoztak az utasok a tiszai pályaudvar megállójában az első adventi vasárnapon. Ők is a különleges villamost várták. Sötétedés után a mézes kalács házikúra emlékeztető szerelvény még látványosabb. Idén maradt a mézes kalácsos külső, a villamos utasterében viszont új meglepetésekre számíthatnak az ünnepi járat utasai, akiket dioráma, karácsonyfa, kandalló és a DVTK játékkonyhája is vár. Nagyon szép a villamos. Idén a koronavírus okozta járványhelyzet miatt az önkormányzat szavazást indított arról, hogy forgalomba állítsák-e a városi jelképnek is számító ünnepi szerelvényt. Alig 5 nap alatt több mint 14 ezeren jelezték, hogy szeretnének utazni az adventi villamoson. Vannak, akik sosem hagyják ki, és minden évben felülnek az MVK különleges járatára. Ezt vártuk már egész évben szinte. Már amikor sárga villamost megvárta, már akkor mondta, hogy mindjárt jön az adventi villamos. De nem csak a gyerekeket varázsolja el a karácsonyi hangulat, az adventi villamost a felnőttek is kedvelik. Én imádom, nekem nagyon tetszik, és amúgy azért, mert én a szerelmemmel töltöm ezt a utat. A villamost már 9. éve díszítik fel a miskolci közlekedési vállalat dolgozói. Az elmúlt 3 évben pedig egy nemzetközi közönségszavazáson Európa legszebb villamosává választották. Úgy tudjuk, hogy idén is lesz majd Európa legszebb villamosa verseny. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy mi is indulni fogunk rajta, ha sikerül, ugyanis sem tavaly előtt évben nem sikerült nekünk benevezni a saját villamosunkat. Megtette azt az utazóközönség, akik méltónak találták arra a villamost, hogy ezen a szavazáson elinduljon. A jelenlegi veszélyhelyzetre való tekintettel az adventi villamoson egyszerre maximum 120-an utazhatnak. Utána már felirat jelzi, hogy megtelt a szerelvény. Az adventi villamos egészen Vízkeresztig, vagyis január 6-áig közlekedik a tiszai pályaudvar és Felső Majlát között. Menetrendje az MVK ZRT honlapján olvasható.